annyi arca van egy embernek, nem? Dajcs Anitának legalábbis biztosan sok, hiszen színészi karrierje egyengetése mellett új fába vágta a fejszéjét. Ami elég távol áll korábbi képernyős munkáitól, hiszen a Barátok köz Szilágyi Andiaként ismert színésznő, spin részedző lett. Anitát persze mi is leteszteltük, méghozzá két állandó szakértőnk, Lisztes Krisztián és Sebők Vili segítségével, de ne szaladjunk ennyire előre. Hiszen mindenek előtt ismerjük meg Anita történetét. A csinos színésznő időről időre feltűnik a Mátyás Király téren, ám a sorozat nem köti le minden idejét. De elmondása szerint nem anyagi okok miatt kellett más állás után néznie, sokkal inkább az élvezet az, ami a sporthoz vezette. Maradtak bennem fölös energiák. Tehát, hogy ugye a mi szakmánk olyan, hogy, de hát nyilván egyébként minden szakma az, ezt ismerem, hogy egyszer fönt, egyszer lent vannak üres járatok. És nem akartam azt, hogy otthon ülök és várom a telefont, hogy most mikor hívnak föl, hogy gyere, van valami szeret. És akkor erre ez egy nagyszerű dolog, mert egyrészt amúgy is sportolok, szeretem csinálni. Sokak szemében talán visszalépésnek tűnhet egy edzői munka a csillogó sztárvilág után, ám Anita egyáltalán nem így vélekedik erről a témáról. Mindig több ember vagy azzal, amit csinálsz. Nem feltétlenül akkor vagyok jobb, hogyha felismernek az utcán engem, mint egy sorozat szereplőt. Ez másról szól. A csinos edző persze nem tudja, és nem is akarja letagadni képernyősényét, aminek köszönhetően már azért adódtak félreértések új munkájában. Volt már olyan, hogy bejöttek a terembe, és ebből fordultak is ki, mert azt hitték, hogy rossz helyen járnak, és akkor úgy futottam utána, hogy igen, itt spinning lesz. De meglátom a szemekben azt, hogy azt érzem mindig, de ugye egyébként már a Barátok köznél is az embernek meg kellett harcolnia, hogy van egy kép rólad, és akkor azt át kell tudni egy kicsit az emberekbe alakítani, és meg kell nyerni a csatát. Ám hősnőnk nem csak másokkal harcolt, hanem korábban magával is meg kellett küzdenie. Kemény csatát vívott, melyből a sport segített neki győztes félként kiszállni. A bátyámmal történt decemberben egy szörnyű baleset, és egész egyszerűen a gázoló nagyon csúnyán viselkedett, és viselkedik a mai napig, és olyan indulatok voltak bennem, és egyáltalán olyan érzelmek kerültek fel, hogy valahol muszáj volt levezetni. És ez én annak, hogy ezt sikerült, és így épp lélekkel megosztam, én ezt ennek köszönhetem. 3, 2, le! És akkor most vissza a fiúkhoz. Hiszen, ahogyan azt már korábban is említettem, a Kálcsó című műsorunk állandó szakértői kipróbálták Anita óráját, és ez alkalommal is látszott a kettőjük közötti óriási különbség. Hiszen ami Krisztián fegyelmezetten tűrte a spin részóra nyújtott a kihívásokat, addig Vili... Más mozgás, egy kicsit furcsa nekem, de jó volt, tényleg jó volt a zene, úgyhogy élveztük az első 5 percet. Csinos edzőnk pedig nem csak az órán karakán, és ugyan a fiúk beleadtak majdnem mindent, teljesítményük hagyott némi kívánnivalót maga után. Vilitől elvártam volna egy kicsit több intenzitást, hogy komolyabban veszi a dolgokat, így nem szeretném őt minősíteni, mert nem láttam az igazi arcát, úgyhogy őt várom szeretettel, illetve a Krisztiánt is természetesen komolyan egy órára. Krisztiánon meg azt láttam, hogy ahogy telt az idő, ez lehet, hogy én érzékem rosszul, de egyre inkább átvette az egészet, és komoly jövőt jósolok neki. Azért reméljük, Krisztián inkább marad a focinál, hiszen mi lenne velünk a Sebők Lisztes kettős nélkül, és bízunk benne, hogy ez a kis közös izzadás még inkább összehozta a páratlan párost. Egymás mellé ültünk direkt, hogy egyre jobban tényleg összecsiszolódjunk a műsor kedvéért is. Így van. Úgyhogy szerintem ez jól sikerült. Igen, nagyon jó csapatépítő, vagy ezt már mondtam, nem tudom, de még egyszer mondom. Nagyon jó csapatépítő program volt, és tényleg mi nagyon sokat játszottunk a válogatottban, és így még soha nem csiszolottunk össze most, mint ez a 20 perc alatt. Igen, jól nem működött még a gépezet. Úgyhogy ezt is a sport tudnak köszönhetjük. Igen.